nagyon jól összejöttem, egyrészt barátilag is, másrészt munkailag is Alfonzóval. És nagyon sok sójában benne voltam. Fölhívtam Kibédi Ervin hangon, hogy szervusz, édes Józsika, te figyelj ide, ezt a furgász gyereket, ezt kiküldte ide, ez olyan tehetségtelen, hogy az, ami retter, és látom, hogy te meg dolgozol vele. Miért nem küldöd el a francba, ez retteret, ez így. Hát Ercikém, én jól ki, ez egy ügyes gyerek. De hát csináld be, ügyes gyerek, hát ez semmire nem jó, hát ez borzaszt. Másnap délután játszottuk a kabarét, és Alfonz oda ment a Kibédihez, hogy Ercikém, drága, ezt beszéljük át. Mit akarsz, Józsika, mit beszélj? Hát, hogy ezzel a forgács gyerekkel neked mi a problémád? Nekem nincs problémám a forgács. Jó, sakkozik, ügyes a gyerek, a színpadon se rossz. Hát most miért? Tehát nem ezt mondtad te. Mit mondtam te, hol? Hát fölhívtál, telefonolsz, én? Hát a számodat se tudom, te szerencsétlen. Forgács, az anyád, úristen! És már kergetett is ki a Révai utcába. A hétköznapok zakatolása közben számtalan emberi történet fut el mellettünk. De ha figyelünk, észrevehetjük, hogy mások történetei mennyire hasonlítanak a miénkre. A versekben mindez ott van. S ha felfedezzük, segíteni is képes a hétköznapokban. S rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül. Minden alkalommal egy ismert vendég beszél egy vers kapcsán az életéről, és arról, hogy mit gondol a világról. Egy kicsit másképp. Soron kívül. Luther Imrével. Ma Forgács Gáborral találkozom Soron kívül, aki őszintén elmondja, hogyan indította el a pályán Kós János, hogyan szembesült a betegségével, hogyan szakadt meg egy barátság két évtizedre Hofi Gézával, és hogyan kavart be egy másik kapcsolatba Tóth Árpád Láng című verse. Vannak azok a színészek, akiknek ha az ember meghallja a hangját, akkor beugrik hozzá egy-egy szerep, egy-egy karakter, egy-egy jellem. Vannak azok a színészek, akiket ismerünk a színházból, mert mondjuk elmegyünk és látunk egy-két nagyon jó előadást, és aztán be tudjuk őket azonosítani, hogy ő egy nagyon erős drámai vonal, vagy egy nagyon erős komikus, és vannak azok a színészek, akik meg ismerősek lehetnek mondjuk éppen a képernyőről. Na most, az viszonylag ritka, hogy valaki mindhárom szerepből ismerős legyen. De ha azt mondom, hogy Forgács Gábor, akkor egészen bizonyosan az emberek eszébe jut. Aki egy svájci sapkában nagyon vicces dolgokat tud mondani, picit pityókás, vagy mondjuk úgy félrészeg állapotban. Mert hogy ez az ő szexepírje, vagy az ő meghatározó karaktere a színpadon. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Egyesztem pontosan nem értem, hogy miről beszélsz, de... De te biztos nagyon okos vagy azért. Szóval mindegy. Sose féltél, hogy én így marad a szemed? Nem. Gyerekkoromban egyébként édesanyám néha, amikor itt csináltam ezeket a kancsításokat, ne csináld, mert úgy marad a szemed, meg úgy esett, én nem tudtam kihagyni, de nem maradt úgy a szemem soha. Egyszer szóltak nekem, mikor már nem tudom, hanyadik felvételünk volt, és csináltuk ezeket, te figyelj, ez most a... ilyen típusú figurákat, és jött hozzám a rendező, és mondta, hogy Gábor, ez sok. Ezt neked senki nem fogja elhinni. Ilyen figura nincs. Ez tényleg, vegyél vissza egy kicsit, jó? Jó, hát egy kicsit úgy megvoltam illetődve ezen, hogy mert mindenkinek tetszett, és akkor ő most... És egyszer csináltunk egy gálvölgyi sót, a Korvin áruház mellett volt a felvétel, két rendőr. És még akkor nem voltam teljesen rendőrnek beöltözve, és egyszer csak döbbenten tapasztaltuk, hogy ott jövök szembe magammal. Na mi ez? Jött egy svájci sapkás, ilyen figura, egy szatyorral, benne két üres üveg, jött kicsit, picit támolyogva, nem volt teljesen részeg, és ilyen kancsinény. És így jött, és akkor én úgy elé álltam, és azt mondtam neki, hogy figyelj, ez sok. Ebből vegyél vissza egy kicsit, mert ezt neked senki nem fogja elhinni, hogy ilyen van, tudod? Szegény így állt. Igen, sok. A Gálvölgyi Jani az így állt a falnál, és így csúszott, te hülye állat! Így kézzed. És akkor odajött a rendező, és azt mondta, ugyanezt lehet egy picit még több is.
Forgács Gábor, a legendás svájci sapkás részegember karakterét magára öltő színész, humorista életét és pályáját is a jókedv jellemzi, pedig a kezdet nem volt annyira felhőtlen. A II. Világháború kirobbanása után született, zsidó családban, s a félelem körüllengte kezdeti éveit. Tragikus sorsú rokonait végül sosem ismerhette meg. Szüleivel Újlipót városban laktak, és igyekeztek boldogan megélni minden percet. Eleven és kreatív gyerek volt, az általános iskolai szünetekben vagy ő, vagy osztálytársa Fenyő Miklós szórakoztatta a társakat. A gimnáziumban már több gondot okozott a hozzáállása. Kirúgták, és 16 évesen segédmunkás lett, majd behívták katonának. A jódlizás ekkoriban már a kedvenc hobbija volt. Ezzel indult el a Ki mit tudon, amit több millióan néztek. Kós János tanácsára kezdte humorral fűszerezni fellépéseit, a többi pedig már történelem. A humorista végig nevettette a 90-es éveket, egyedi hangjával pedig legendás karaktereket szólaltat meg szinkronizálás közben. Az elmúlt években megküzdött a rákkal, amit egyébként hozzáméltóan végig humorral kezelt. Ugye részegembert, meg a halált magát eljátszani az egyik legnehezebb dolog a színművészre, úgyhogy hiteles legyen, még akkor is, ha az ember karikíroz. De ezeket a jellemvonásokat, ezeket te például az élet különböző helyzeteiből laktad, vagy voltál karakterlesen, ugye ezt így szoktuk mondani, amikor az ember elmegy és figyeli, hogy hogyan viselkednek az emberek, és onnan próbáltad össze, mert te magad nem iszol. Így van. Így van. Egyébként pontosan teli találat, amit mondasz, nem egyszer csináltam azt, hogy beültem kocsmákba egy málnaszőt mellé, svájci sapkába, és figyeltem a kollégákat, az igaziakat, olyannyira, hogy egyszer még az is előfordult, hogy odaült mellém egy ember, és így csutyorog azt. Rendőr úr, ki tetszik figyelni? Ugyanis kiderített, hogy én málna szörpöt iszom, viszont így, tehát biztos volt benne, hogy ez valami rendőr, és figyeli a többiek közül azt a valakit, akire a megbízása szól. És akkor nagyon nehéz volt kimagyaráznom, hogy jaj, dehogy is, én itt figurákat figyelek, mert ezeket színpadra viszem. Tehát volt ilyen valóban figura lesbe. Hogy milyenek az igaziak, tehát hogy beszélnek, a hanghordozás, a tudálékosság, ugye? Az emberek 80%-a, aki iszik, az általában igazságosra és tudósra issza magát. Tehát mindent tud, ja, és szabad vélemény, tehát akkor nem fogja vissza magát, nem cenzúrázza magát tulajdonképpen, hanem elmondja az ő kis véleményét, elmondja, hogy mi nem tetszik, meg a nagy igazságokat, tehát ez egy érdekes dolog, és én ezt nagyon jól fel tudtam használni annak idején. Amikor az ember körül kinyílik egy picit a világ, és elkezd felcseperedni, akkor már nagyjából tudja, hogy mi érdekli igazán, vagy mi az, ami felé orientálódna. Na most az, hogy színész vagy, és amellett ráadásul a komédia, vagy a vígjátékok mozgatnak, meg ilyen karaktereket tudsz előhívni magadból, ez azért nem feltétlen következik például gyerekkorodból, mert hogy azért nem volt olyan könnyű gyerekkorod. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egy annyira vidám helyzetekből álló életszakasz lett volna te számodra. Hát valóban nem, bár meg kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az, hogy nem volt igazán jó a gyerekkorom, az csak és kizárólag nekem, magamnak köszönhetem, mert apai és anyai részről a maximumot kaptam, tehát a lehető legjobbat, de ez a tipikus elkényeztetett egyke pesti gyerek, ugye, aki hát úgy gondolta, hogy ő nyalt a hegyesre a piramist, stb. A lényege a dolognak az, hogy miközben jó kis eszem volt, tehát matematika, fizika az így, otthon én soha egy matek példát nem csináltam meg házi feladatnak, mert szünetben már megírtam az összes házi feladatot, tehát ezzel nem volt gond, ugyanúgy fizikába, kémiába. Bevallom őszintén, hogy nekem komoly problémáim voltak a történelem, magyar helyesírás. Például mindent tudtam Petőfiről, de a mai napig nem tudom, hogy mikor született. Azt azért tudom, hogy mikor halt meg állítólag, de engem az évszámok, tehát ki, mikor, mit, se ez engem ezt olyan hidegen hagyott, hogy elmondani nem tudom. És ebből kifolyólag, miután állandóan ezt várták tőlem, tehát a feleléseknél mindig ezeket a mikor uralkodott, mit, és aztán, amikor gimnáziumba kerültem, hát akkor én többet jártam mellé, mint be a gimnáziumba, ahelyett elmentem inkább lovagolni.
Én nagyon szerettem a Tatterzalba járni, és ott lovagolni, díjlovagolni, meg konkurló úratni, meg ilyeneket, aminek később egyébként sok hasznát vettem, mert a cirkuszban voltam 2016 előadásban, ahol bemutathattam a kis díjlovas tudásomat. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, ami a legfontosabb a kérdésedben, hogy maga a színészet gyerekkorban és ifjúkorban soha eszembe nem jutott. Én egy jó pofa gyerek voltam, aki 8 éves korában beleszeretett a jódliba, mert hallotta valahol rádióba, és tetszett, és akkor kigyakoroltam ilyen Mexico, tehát ezeket a csuklásokat, meg ilyeneket, és én ilyen tábortűzi gitározással csináltam ilyen jódlinótákat, és előadtam jobbra-balra, de az élet úgy hozta, hogy irodagépműszerész lettem, és mint ilyen, meg voltam katona is, tehát végigjártam ezeket a dolgokat, és mint ilyen bekerültem 1972-ben a Kimittudra. Tehát én nem főiskolás színészként kezdtem a pályát, hanem oda bekerülvén az ének kategória második díját sikerült elhoznom. A jódlival, igen. És utána beindult a hakni időszak, először Kós Janival és az Express zenekarral. Ez aranyos volt, mert hát ugye én jódlisztam. Jó pofa dalokat írtam, de ennyi, és akkor oda jött hozzám a Kós Jani, hogy figyelj te, mit fogsz csinálni? És akkor mondtam, hogy hát énekelek jódlidal. Remek, nagyon jó, az arra nagy vevőség van itt, igen. Te ide figyelj, és utána, hát elénekelek még egy dalt, tudod? Hó, de jó. Ugye ez így nagyon karcsú. Ez nem. Humor. Hát mondta, én nem vagyok humorista, én jódlit énekeltem. Figyelj ide, találja ki valamit, ez így nem. És hazamentem, és kitaláltam egy kis jelenetet, ez volt életem első megírt jelenete, aztán sok százat írtam még. De ez volt az első, ami arról szólt, hogy hálából, mert ő bevett engem ebbe az együttesbe, ebbe a műsorba, én megtanítom jódlizni, amit ő egyáltalán nem akar, inkább egy kis készpénzt, ha lehetne. És ez az egész 8 perces jelenet volt, de Kós Jani szépen kibővítette ezt a dolgot, úgyhogy lett ebből egy bátor 25-30 perc, óriási sikere, végigrögte a közönség, és a vége az volt, hogy mikor már folytogattam már minden nyelvgyök, és akkor, hogy hagyj engem békén, én nagyon jól tudok jódlizni. Micsoda? Igen, csak kíváncsi volt, hogy mit, de majd megmutatom. Jó, hát akkor mutasd. De nem akarom, hogy ellesd a technikámat. Menj ki. És akkor kimentem, és ő elkezdte egy általam feldolgozott kis osztrák nótából a Kakuk című dal. Az erdőben élt egy kis kakuk, a hangja oly szépen, és messzire szállt, és akkor utána egy nagy jódlibetét zenekar kísérte lelkesen, mintha először hallotta volna. És amikor jött a jódlirész, akkor Jani gyönyörűen elkezdte a jódlét, és hát volt, aki felállva tapsolt, hogy hát ez igen, a Jani még ezt is tudja, a kalappal. Akkor jött a második verszak, annak meg nem szólalt meg a végén a jódlés, ott próbálkozott, már ott a Malek Mikiék, hogy Jani, mi van a kukuliddal? Hát mi van? Hát mi? És akkor ott kínlódott, és akkor én megjelentem oldalt egy mikrofonnal, és akkor jöttek rá, hogy hát persze a forgács jódlizott kint. Zseniális. És akkor így aztán nagyon sok mindent csináltunk együtt. 3 éven keresztül többet voltam vele, mint a párommal, mert nagyon sűrűn dolgoztunk együtt, nagyon-nagyon szerettük egymást, legalábbis én nagyon szerettem őt, és rettentő sokat köszönhetek neki, mert a humorpályán ő indított el. És be kell valljam, hogy én tulajdonképpen életem eddigi szakaszában elmondhatom bátran, hogy én soha nem váltam színésszé. Én nem lettem színész, bármilyen hihetetlen. Én megmaradtam egy jópofa irodagép műszerésznek, még annak ellenére is, hogy tényleg nagyon sokszor voltam fönt a csúcson, ugye a Ki mit tud, 8 millióan nézték, hát nem volt más, ráadásul imádták is. Aztán jöttek az ilyen műsorok, hogy
Gál Völgyi Show, Szeszélyes Évszakok, Telepódium, Szilveszteri. Mind azok a műsorok, amit tényleg mindenki nézett. Ráadásul, hát amikor a Ki mit tudba bementél, akkor az ismeretlenségből azon az ismertség kategóriájába lépett. Pontosan, olyannyira mindig ezt szoktam mesélni, hogy felszállt a Miskolcra tartó vonatra egy melós gyerek, egy gitártokkal, meg egy sportszatyorral. Ott volt az első elődöntő 72-ben a Miskolci sportcsarnokban. És másnap felszállt a vonatra, a Pestre tartó vonatra egy országos sztár. Nem viccelek, főbillent a vonat, tehát mindenki, itt van a mosolygós Jódlis, és rohantak oda. Úgyhogy volt úgy, hogy Gyöngyösnél rendőröket hoztak föl, hogy hagyjanak békét. Tehát elállták a vagonnak a bejáratát, hogy ne tudjanak oda jönni. Ez nagyon durva. Hát nagyon nehezen, nagyon nehezen. Tehát amikor én ide jelentkeztem és csináltam, akkor ezekkel a dolgokkal nem számoltam. Tehát nem tudom, Magyarországon igazából nem volt ilyen sztárkultusz addig. Tehát egy ilyen másoknál láttam volna, és akkor gondolhattam volna azt, hogy úristen, ez velem is megtörténhet. Ezen én abszolút nem gondolkodtam, pedig nem voltam már kölyök. 24 éves voltam akkor. És ez úgy kimaradt az életemben, és a lényeg az, hogy bár színházakban játszottam, én mindig megmaradtam egy jó figura. Tehát én nem voltam alkalmas arra, hogy egy Shakespeare darabba akármit eljátszak, legfeljebb második ajtón állót, vagy valami ilyesmit. Ez nekem nem adatott meg. Én igazából színészi hangá, mert addig csak ilyen figurákat csináltam. Még kérdezték is tőlem, hogy újságírók, hogy nem zavar az, hogy a Tahitót László, az Antal Imre, a Gál Völgyi János farvizén utazom? És mondtam, nem úgy nem zavar, mérhetetlenül büszke vagyok rá. Az irodalom az meg a színház mikor kezdett el közeli lenni hozzá? Vagy egyáltalán mikor kezdtél-e foglalkozni akár költészettel, akár szép irodalom, olvasás vagy előadás terén? Bármilyen hihetetlen, én magát az irodalmat, meg a költészetet mindig szerettem. A megtanulni való dolgokat nem szerettem. A verseket is nagyon szívesen megtanultam. Tehát ezzel nem volt baj, csak azokat a dolgokat nem szerettem tanulni, amiről én úgy gondoltam, hogy teljes mértékben fölösleges. Mert ha kíváncsi vagyok arra, hogy mikor született X vagy Y, vagy mikor volt ez a csata, meg mikor volt az a csata, akkor előveszem a nagy lexikont, azt megnézem, kész. Az, hogy miért történt, vagy hogy történt, vagy egy vers keletkezési körülményei, vagy egyáltalán hogy készült, mit gondolt, ez a gondolta a fene című Arany János helyzet, tehát igen, hogy mégis mit akart ezzel a költő? Tehát én is találgatok, mert ugye sajnos nem tudjuk megkérdezni, ennek komoly akadályai vannak, nem állnak rendelkezésünkre. Ebből kifolyólag én nagyon sok mindent másképp olvasok, másként értelmezek, magamból indulok ki. Az egyik kedvenc versem a József Attila születésnapomra. Imádom azt a verset, de én azt valahányszor hallom bárkitől, akkor mindig ez a 32 éves lettem én. Uh-huh. Meglepetése költemény, ajándék, csecsebet. Pedig ez nem erről szól, de mindegy. Ez egy szójáték, persze, egy vicc. Hát semmi más, hát ez nem dráma. És annyiszor hallom, hogy dráma, vagy hát a Radnótinak a Nem tudhatom. Annyiszor hallottam drámai módon előadva, nem tudhatom, hogy másnak-e tájék. Nekem, szülőhazám, itt a... Nem ez ott ül. Egy vallom, egy finom vallomás elmélkedés. Kedvesen elmondja nekem, és ott a kutya, és a vizé, és az bakter. És tehát ez egész, az egy játék. Tudod? Tehát én mindig ebből indulok ki, és amiről beszélünk, ez a bizonyos Tóth Árpád láng. Hát ez is egy vicc. A kirobbanó tehetség, mint amilyen Forgács Gáboré, nem szunnyad.
A láng nem alszik el. Nem úgy, mint Tóth Árpád versében, aki a nyugat első nemzedékének egyik kiemelkedő alakja. 1886-ban született Aradon, abban az évszázadban, amikor a 48-as forradalom hatása még élénken élt az emberekben. Ahogy a költő apjában, a szobrász Tóth Andrásban is, aki szinte megszállottja volt Kossuth Lajos és a szabadságharc emlékének. Szobraival átmenetileg jó létet tudott biztosítani családjának. Ekkor vitte apja Tóth Árpádot Párizsba és Bécsbe. Később a család helyzete rosszra fordult. A szegénységből és az otthoni nyomasztó légkörből az egyetem volt a kiút, ahol eleinte tanárnak készült, de a budapesti évek alatt az irodalom beszippantotta. A Nyugat munkatársaként a lap 1908-tól közölte írásait. A Láng című verse megmutatja, hogy bármi eltűnhet, semmi sem örök, de a csillapíthatatlan birtokolni vágyás, vagy az erő megmutatásának is szimbóluma lehet. Forgács Gábor azonban sajátos humorral értelmezte a verset, ami végül egy barátságába került. Fölkért engem egy tényleg egy kedves barátom, és megkért arra, hogy az édesapja temetésén mondjam el a Tóth Árpád Láng című versét. És mondtam, figyelj ide, ne haragudj meg ezért, de ez nem egy temetőbe való vers. Dehogy is nem, hát hogy törekszik fölfelé, és az én apám is olyan volt, és lehet, de ez nem, ne magyarázunk már bele, ez egy játék. Ez arról szól, hogy eldobtam egy gyufács legot, hegyke lobogásba fogott, lábhegyre állt a kis gyulánk, hegyes sipkájú sárgalánk, izgat, mondd, és te gyakorlatilag fölmegyek én is, de göggel álltak fenn a fák, mosolygott minden virág, nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fű se vette észre, és a lázas törpelán kihűlt, elfáradt, s a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, és meghalt a muha szőnyegén. Nem látta senki más, csak én. Ez tényleg ennyi. Ez ennyi. Ez egy, ugye a verset fölviszem, ahogy egy láng, hogy föl akar törekedni, és aztán visszaviszem, ahogy én legalábbis, én így gondolom. Uh-huh. De megnézegettem, és senki nem így mondja. És ott mi történt? Tehát most elmondtad végül is a temetésem? Dehogy mondtam el. Nem, és ezen egy óriási sértődés lett, és azóta nem is láttuk egymást. Ja, tehát olyannyira megsértődött az adott illető barátod, hogy nem soha többé nem beszélgetett. Nem. Ő úgy érezte, hogy én cserben hagytam őt, mert én nem mondtam el ezt a verset. Most képzeld el, ezt a verset így én elmondom. Hát az még nagyobb botrány lett volna. Hát ez más akkor pedig, törik össze. Másképp pedig nem vagyok hajlandó. Tehát ő hiába mondja nekem, mert az apám is ilyen volt, hogy mindez a láng, hogy el akart érni, és nem engedték a körülött a Rákosi rendszer, meg a nem tudom micsoda. Hát a Tóth Árpád így a Rákosi rendszerrel túl sokat 1922-ben, vagy 21-ben írta a verset. Hát az így... Épp ezt mondtam, hogy ez ne, igen, de ez ma is aktuális. Mi? Miért? Szóval én... Rengeteg mindennel foglalkozol, ami nem feltétlen csak irodalom, hanem hát nem tudom, ez ott van a zene. Tehát te, aki basszusgitárosként voltál tagja Magyarország első színész zenekarának, ezt viszonylag kevesen mondhatják el magukról, hiszen hát te voltál az első. Igen. Bár én gitáros voltam, de úgy hozta a sors, hogy együtt léptünk föl Mikó Pistával, aki egy zseniális, mind zenében, mind énekben, mind színészetben, mindenben maga a tökély. És hát hallott engem, de én már nem tudom, mit csináltunk, hogy csináltunk, lényeg az, hogy ez az ő ötlete volt, és akkor úgy álltunk össze, hogy ő volt a gitáros, akkor én kicsikét nekiálltam basszusgitár tanulni, ami nem volt nehéz, mert én elég tűrhetően tudtam már basszust is hozni a gitározás közben, és akkor ifjú Latabár Kálmán, drága Kálmán, akiről tudni kell, hogy ő csak azért lett komikus színész, mert az apja ragaszkodott hozzá, hogy a családi tradíciók azok meglegyenek, de ő zongoraművész akart lenni. Ő el is végezte a Zeneművészeti Akadémiát, zongorista, tehát ő művész tanárszakon, de a papa nem engedte, és aztán amikor a Mikó fölkérte, hogy legyen a mi zongoristánk, hát az elsírta magát gyönyörűségében, és akkor a Sipos András lett a dobosunk. Úgy volt, hogy lesz a Bubik is, de hát aztán sajnos igazából nem nagyon lehetett rá számítani. Aha, mert aztán meg utána jött a tragédia is.
De az, hát akkor már, akkor mire a tragédia jött, addigra tulajdonképpen azt hiszem, már nem is voltunk már zenekar. Aha. Tehát ez arra jó volt, hogy fölléptünk szilveszterkor, hogy a cirkuszban, a színészek a porondonban voltunk, és akkor a Bodrogi Gyuszi volt az énekesünk, mert ugye ő semmi, a zenekar vezető, aha, mert ugye ő semmilyen hangszeren nem játszik. Tehát automatikusan ő lesz a főnök, de az egész, aztán mi még így jártunk jobbra-balra fellépegetni, és aztán hát ugye én is leszerződtem jobbra-balra, ő is le mindenki, és akkor itt szépen így elindultunk szétnek. Megjelent, ezt most azért hoztam el a Hoffinak a könyvét, mert hogy azért vele ti annak idején együtt kezdtétek, vele például sokáig dolgoztatok együtt, igen, és az abba maradt. Annak mi volt az oka? Hát ez... Annak idején volt egy kiváló szervező, Darázs Istvánnak hívták, zongorista és szervező volt, aki kitalálta, hogy minél több műsorunk legyen, hogy miután két részes volt a műsor, volt egy első rész, meg egy második rész, közte szünet, mert mindig kérték, hogy a büfé is tudjon mozogni, meg ilyenek, hogy egyszerre kezdtünk két helyen. Tehát mit tudom én, Nyírségbe, Újfehértó, Fehérgyarmat, ez 10-15 kilométer. Lehet, hogy nem pont ezek, de most ez jutott eszembe. És akkor egyszerre ő kiadta, hogy 5 óra 5 perckor elkezditek az előadást, akár van közönség, akár nincs. 5 óra 55 perckor befejezitek az előadást, akár van siker, akár nincs. Leültök az autóba, helyet cserétek, nem megállni, beszélgetni, legfeljebb így integetni egymást. Átmentek a másik helyre, közönség becsalogatva, műsor elkezdve. És hát akkor sok mindenkivel megpróbálkozott a Géza, és ugye itt arról van szó, hogy be kell teregetni a közönséget, akik kint a dohányozgattak, beszélgettek, mert tudták, hogy senki nincs közülünk a kultúrházban, aha, és várták, hogy megérkezik a másik csoport. Tehát be kellett terelgetni, és utána fel kellett hozni egy olyan szintre, röhögés, meg jól érzik magukat, meg stb., hogy arra azt lehet mondani, hölgyeim és uraim, Hoffi Géza. Aha. És ő sok mindenkivel megpróbálkozott, de valahogy egyik se volt olyan, amit ő úgy igazán szeretett volna, és a Jani mondta neki, hogy próbáld meg ezt a forgásdát, ez ügyes, higgyed, ez egész. Ez a Kós János. Kós János, igen. És akkor Hoffi odament a Darázs Pistához, és mondta, hogy te figyelj, ezt a forgás gyereket kipróbálnám, tehát, hogy ez csinál valami jót. Próbálj. Darázs Pist, édesem, hát te vagy a sztár, amit te akarsz, úgy lesz. És akkor én oda kerültem mellé. És nagyon-nagyon jól kijöttünk egymással, hála a Jóistennek. Én beterelgettem ott mindenkit, elkezdtem, tényleg sikerült felhozni a közönséget, és sokat agitált engem, hogy menjek át a mikroszkópra, és mondta, hogy figyelj, figyelsz, nézed, tudod, meg, és akkor szépen ki fogsz kupálódni, tudod. És akkor mondtam, hogy Géza, én már mindent elloptam tőled, te mozgást, ma pointi, ma mindent a világon. És akkor Géza mondta, hogy az nem baj, a baj az lenne, ha ezt nem vennéd észre. És akkor lényeg az, hogy kaptam egy telefont, az Árkus Józseftől, aki csinálta a Parabolát havonta, és évvégén a Szuperbólát. Hogy hát tudja, hogy én tudom csinálni a Gézát, hogy milyen jó lenne, hogyha én csinálnám a szilveszteri Szuperbólába. Hát mondom, én nem nagyon akarom, mert én tudom, hogy a Géza akar valamilyen Előttem az utódom című játékot, nem, ezért, ha a Géza beleegyezik, akkor ha nem, akkor én nem. Majd én ezt bízd ide, majd én ezt elint. Jó. Eltett 3 nap, és visszahívtak, hogy a Géza beleegyezett. Hát ugye ez 1981, nem volt még való telefon, ilyenek, úgyhogy én nem tudtam őt elérni, de hát ha ő azt mondta, hogy igen, akkor igen. És akkor írtunk egy jelenetet, egy ilyen magánszámot, arról szólt, hogy Profi Géza, érdemes házmester. És én csináltam a dolgokat, tehát ezért minden volt. De tulajdonképpen arról szólt, hogy így, tehát agyon lett dicsérve, de poénosan.
óriási, szétrőgték az egészet, 8,5 perc lett fölvéve, és én mondtam az Árkus Jóskának, hogy ebből maximum 1,5 perc mehet le. Annyi egy paródia. Ha több megy le, akkor már nem paródia, hanem elloptam a figurát. Uh-huh. Tehát az ő figurájába csinálok egy műsort, ezt pedig én nem szeretném. És Nagy Richard volt akkor az elnök, aki haldoklott a rögéstől, annyira tetszett neki, aki egyébként haverja volt a Gézának, és nagyon tetszett neki, és mondta, hát ez marha jó, hát ez is jó, mondta az Árkus, de ki kéne venni belőle 1,5 percet, mert a forgács ragaszkodik hozzá, hogy annyi mehet le. És a forgács ki van fizetve? Ki? Akkor ez már mi produkciónk, ez így egybe le fog menni. És a Géza ezen rágott be, nem azon, hogy én paródiát csináltam, nem. Azon, hogy én elloptam kvázi a figurát, miközben nem tehettem róla. Tehát én ragaszkodtam ahhoz. Na, arról már nem is beszélve, hogy a Géza nem tudott róla. Tehát nem kérdezték meg, mert az Árkus kiadta egy Samesznak, hogy beszélj a Gézával, hogy miért mit szemben, most nem érek rá. A Samesz elfelejtette. 20 évig a köszönésemet nem fogadta. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk így beszélget valakivel, én ott jövök, hogy te, az volt... Én köszöntem, akadt, leesett a fejem, nem, mintha nem léteznék. Ez borzasztó. Borzasztó volt, és hát addig meg rettenetesen jó volt. Tehát ő úgy érezte, hogy én nagyon keményen megcsaltam őt ezzel a játékkal, és aztán eltelt 20 év, és egy közös ismerősünk 70 éves születésnapján megint összefutott, ahol ő már ott volt. És akkor én megérkeztem, és természetesen rettentő nagyot köszöntem, és úgy rám nézett, gyere ide, te pöcs. Oda mentem, megölelt. És én bevallom őszintén elsírtam magam, szóval ez egy olyan löket volt nekem, hogy mondom, Géza, már nem haragszol? Elévült. Mondom, de akkor hagyd mondjam már el, hogy mi van. Jó. De ha úgy mondod el nekem ezt a dolgot, hogy az derül ki, hogy én voltam a... akkor újabb 20 évig nem beszélünk. Amikor hagyjuk a francba. És kérlek szépen eltelt 2 hét, és éjjel 2-kor csörög a telefonom. Háló, sebemutatkozás sem. Beszélünk. És akkor ott átbeszéltük a dolgot. Az egészről. És ez volt az utolsó találkozásom vele. De a legnagyobb barátságban, és akkor mondta, hogy jó, hát azt hiszem, hogy pici hibát én is elkövettem. Az utóbbi időben neked is voltak olyan nagyon-nagyon nehéz pillanatai, vagy nehéz pontjaid, amikor az ember elgondolkodik azon, hogy hogyan tovább, mi volt eddig, óhatatlan, hogy ne beszéljünk arról, hogy azért nagyon, nagyon harcias és küzdelmes időszakon vagy túl egészségügyileg is. Nem vagyok túl. Nem vagy túl? Nem. Az a nagy szerencse adatott meg nekem, hogy ezt a Covid időszakot, ezt én aránylag hasznosan ki tudtam használni. Mint csináltam magamnak 2 darab rákot, és hát ezzel kezeltettem magam. Tulajdonképpen 3 orvoscsoportnak adtam kis feladatokat. Tehát ez ilyen játék volt. A játék lényege, hogy engem kell megmenteni. Tekintettel arra, hogy 2 olyan rákom volt külön-külön, az egyikből derült ki a másik, hogy mind a 2 úgynevezett 5x5-ös aprósejtes gyors lefolyású. Tehát elvben külön-külön is illett volna már belehalni bármelyikbe. De ez a 3 orvoscsoport, ez úgy döntött, hogy engemet nem hagy meghalni. Igaz, hogy nagyon megszenvedtem ezt a dolgot, mert 4 nyitott operáció. A legrövidebb volt 6,5 óra, a leghosszabb 9. Tehát gyakorlatilag 3 orvoscsoport csinált bennem rendet. Az egyik az nem operált, az csak az anesteziológiai és intenzív terápiás klinikán tartottak életben, mert nem volt könnyű, 62 kiló voltam.
és a veséből jött ki két cső. Nem akarom a részleteket. De én átgondoltam a dolgot, és azt mondtam, hogy volt 72 csodálatos évem. Ha meg kell halni, ember még nem született, aki túlélte volna a saját halálát. Tehát az, hogy az ember mikor, hol hal meg, ez egy privát szerencse vagy pech. Nekem jó volt, mert volt 72 olyan évem, amire isteni volt visszaemlékezni. És isteni volt megpróbálni a szenvedéseket elviselni, hogy hát, ha lesz még egy kicsi jó. Nem csináltam bakancslistát, semmi ilyesmit, hogy mit akarok még csinálni. Egyetlen egy cél volt, jó lenne még élni egy kicsit. Tudod, még egy kicsit jönni-menni, még egy kicsit szinkronizálgatni, esetleg fellépni. Nem tudtam komolyan venni ezt az egészet. Mind a mai napig. Igen, nem tudtam. Tudom, hogy lehet, hogy furcsán hangzik, de ott ültem bent egy korterembe például, ahol heten voltunk ilyen fantasztikus fotelekben, mert ugye valahogy el kell viselni, hogy kapja az ember a kemót, tudod, 3 órán keresztül, csöpögtetik szépen lassan, és én ott is hülyéskedtem. És mindenki ott elviccelődtem, imádták, élvezték, hozzáteszem, azok közül már senki nem él. És egyszer egy orvos már úgy nem nagyon bírta, és mikor már látta, hogy én már annyira viccet csinálok a saját helyzetemből, és mondta, hogy Gábor, az Isten áldja meg, értse meg, hogy maga halálos beteg, most megpróbáljuk megmenteni. És akkor volt bennem egy olyan, hogy akkor egy kicsit úgy átfordult a dolog, másodszor, mert az első fordulat az, amikor így a szemedbe mondják, először még csak az első rákot, és abból derül ki a második, tudod? Hogy jé, de érdekes, hát akkor ez itt mi? De amikor veszik a különböző mintákat mindenhonnan, hát ez egy másik darab. És én akkor is hülyéskedtem. Tudod? Bent a kórtermekben volt, amikor tudom én, 6 orvos és 8 nővér volt benne nálam. Mert önálló estet tartottam, sztorizgattam ott jobbra-balra, imádták, hogy hát én hány idősebb színi, akik már nincsenek sajnos, hány emberrel volt fantasztikus sztorim. Itt reggelig tudnám mesélni, hogy ki mindenkivel voltak fantasztikus sztoriaim, és ezek közül előadtam egy párat, és legfőképpen ezért tényleg olyan szeretettel vettek körül, hogy nehogy már ezt az adomázó barmot elveszítsük. És persze hozzáteszem, hogy ahogy ott körülnéztem, mindenkivel nagyon jól bántam. Tehát nem voltam egy privilegizált helyzetben. Mindenkivel nagyon rendesen és maximálisan jól bántak. Szénetár Miklós mondta, azt beszélgettünk ővel és a sorok között, hogy van, amit az ember elér, és elérkezik egy olyan pont, amikor azt mondja, hogy innentől könnyedebben veszem, mert innentől már minden csak ráadás. Így van. És tényleg van ilyen. És benned van ilyen, van valami olyan fajta várakozás, teljesen mindegy szakmailag, emberre, bármi, amit úgy szívesen, hogy dédelgettél magadban, és úgy szívesen megcsinálnál. Nem tudom, elutaznál valahova, a családoddal csinálnál valami mást, kipróbálnál egy másik szakmát, több minden, mondok mindenféle hülyeséget, de hogy van benned valami olyasmi, amit úgy most föltennél a bakancslistára, és azt mondod, hogy ezt nagyon szeretném megcsinálni. Nincs. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az előbb említettem, hogy csodálatos életem volt. Tényleg csodás. Mindig imádtam azt, amit csinálok. Imádtam irodagépműszerésznek lenni, imádtam szólistának lenni, előadó művésznek lenni kvázi, imádtam hülyéskedni, színészkedni, és ezek a dolgok gyakorlatilag azt hozták, hogy a világot bejártam, Amerikától Ausztráliáig, Dél-Amerikától Skandináviáig, és sehol se a saját pénzemen, hanem hol a Magyarok Világszövetsége, hol magánmenedzser vitt bennünket jobbra-balra, csodálatos embereket ismerhettem meg, csodálatos történeteket élhettem meg ezekkel az emberekkel. Ezt nem lehet már überelni. Lehetetlenség. Hogy én kikkel dolgozhattam együtt, mert azért tévéjátékok is voltak, rádiójátékok is voltak, haknik is voltak, hogy más nem mondjak, Honti Hannával is léptem fel, meg Rátonyi Róberttel, meg csodálatos kalandom volt Besenyei Ferenccel, meg ilyenek, tehát ezek az enyémek. És
ezt nem tudom, én nem tudom, mit menjek föl a Himalájára, vagy milyen olyan érzés legyen, ami ezeket túlszárnyalja. Én ebbe a szakmába belekerültem, és teljesen váratlanul, a szakma választott engem, nem én a szakmát, mert az, hogy én ott pöntyögtem meg, jódlisztam, ez nem volt erre igazából hivatás érzet. Én csak szórakoztattam, ez a tábortűzi játék. És az, hogy itt kipróbáltak, ott kipróbáltak, hát a szinkronba is úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba. Nincs értelme bármin is gondolkodni. Azon van, annak van értelme, hogy néha leülök, és végig gondolom, hogy micsoda lehetőségeim voltak, és hála jó Istennek tudtam is élni vele. Rettentő szerencsésnek érzem magam. Tehát, hogy valahogy a szerencse mindig mellém állt, és mindig büszke voltam arra, hogy nekem voltak ilyen boldogságpiruláim. Tudod, álltam a villamoson, mentem egyik szinkron stúdióból a másikba, mert nagyon szeretek BKV-zni. Van autóm, de én szeretek BKV-zni. Nézem az embereket, figuralesen vagyok, szól a zene a fülembe. És úgy elkapod néha ilyen boldogság, hogy édes Istenem, de jó, van dolgom, tudok pénzt keresni, azzal keresek pénzt, amit imádok csinálni. A gyerekem egészséges, az unokáim egészségesek. Egy nagyon csodálatos párom van, jó meg vagyok. Még akkor nem volt egyébként, de most megint kezdem érezni néha, hogy megint jönnek ezek a, amikor elönt a boldogság, hogy de jó nekem. Hát persze, előbb-utóbb meghalni is kell, de ma meglátjuk, még kíváncsi is vagyok rá. Én nagyon szépen köszönöm veled a beszélgetést, ami nagyon sok mindent föl tud libbenteni egy ember lelkéből, túl a sztorikon is, mert a minden egyes sztoriban ugye az a fontos, hogy te vagy benne, és a te szűrődön keresztül tudjuk meg, mert ez mind a te életed. Én hoztam neked egy idézetet kicsi útravalóként, ami egy kortárs vers, igazából a Magvető kiadó megjelentetett, mint minden évben szokott a szép versekből egy ilyen antológiát, egy válogatást. Elég ismert költő, és én nagyon kedvelem is jó barátom, Pajer Imre, aki írt egy nagyon szerintem rád való idézetet, verset mondjuk úgy, mert az egész vers igazából az a címe, hogy lépcsősor. De még itt vagyok. Az ajtórésen még árad a fény. A leszakított múlt darabok nem tudom lezárni, befejezni. Rájuk pecsételni az adaktát. Szaggatottan, ismételve, bennragadva, a mostok így működnek, együtt volt darabokkal. Igen, akár egy lépcsősor. Darab az eltűnt egészből. Amikor akkor, amikor most. Visszaérkezéskor először fel sem tűnő szerény részlet, így elnyújtva az időben. Ahogy engem, végtelen világszalagján, Isten beszéltet. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy talán a tévéműsornál is többet, vagy még inkább kivesézet tudtunk arról beszélgetni, hogy te hogyan látod a világot, és számodra mik a fontos értékek benne. És bízom abban is, hogy a nézőknek is egy újabb, olyan fajta képet tudtunk adni Forgács Gáborról, amit talán még nem minden esetben ismertek egészen jól, és ezzel egy még teljesebb portrét tudtunk kirajzolni. Megmutatjuk Tóth Árpád Láng című versét is, és aztán azt, hogy legközelebb soron kívül kiül ide a fotelbe beszélgetni egy jót az életéről, és persze a költészetről. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vigat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre körbe. Lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart. Piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág. Nem rezzent senki fel a vészre. A száraz fű se vette észre. S a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény. S meghalt a maha szőnyegén. Nem látta senki más. Csak én.
Következő adásunk vendége Soltész Rezső lesz, aki a Jobb nem vagyok című Adi verssel érkezik a műsorba, és megtudhatjuk, hogy mit jelentett számára berobbanni a köztudatba úgy, hogy egyik nap még szinte senki nem ismerte, másnap pedig már az egész ország énekelte a Szóljon hangosan az ének című dalt. Aztán jött egy kis szünet, majd most újra Főnix madárként porajból feltámadva az egyik legnépszerűbb magyar előadó. A következő vendég soron kívül. Soltész Rezső. Nekem mindig voltak kvázi továbbépési eseteim. Egyetlen egy alkalommal váltam bizonytalanná, amikor volt egy lemezem, amit végül is felvettem, de ma saját magam, mint vállalkozó, egy szabadtéri koncert, amit nem akart kiadni a hanglemezgyártó. Akkor mégiscsak történt valami, amire föl tudtam kapaszkodni. Nem akartam kimenni a Diákszigetre, akkor így hívták. Volt egy táncdalfesztivál sátor, nem tudom, minek hívták. Hogy nekem el kell menni oda, már mindenki ott volt, a Aracki, a Kordáék, a mindenki volt már, és én nem. És akkor elmentem, és ott rádöbbentem, hogy ott volt egy hatalmas tömeget, legalább ezre lehetek a sátorban, és minden dalomat, szó szerint minden dalomat énekelt a közönségben, és ezt komolyan gondolták, és akkor vettem észre, hogy ez egy új generáció, és hogy ők is elfogadnak úgy, ahogy vagyok, és akkor azt mondtam, hogy na akkor, visszamegyek a színpadra és folytatom, és lám, ez egy sorsdöntő döntés volt. Fontos, a versek mindegyike megnézhető, meghallgatható a YouTube csatornámon. Iratkozzon fel, hogy ne maradjon le! A műsor igaz történeteken alapul. Az adásban megjelenő szereplők valós személyek. A történeteik hasonlósága más emberekéhez pusztán a véletlen műve. A versek által okozott katarzisért a műsor készítői felelősséget vállalnak. Támogatónk a Líra könyvesbolt hálózat. Teret adunk az olvasásnak. A műsor támogatója Luther Imre Lételem című verseskötetének kiadója, a Magyar Versmondók Egyesülete. Orfűi Horizont idéző parkmotel, ahol az ihlet életre kell. A műsor támogatója a Blik. A felvételben partnerünk az Erla Technopro Kft. Simple on you. Viselj verset. Gyulai Árt. Emelj művészetet a stílusodba. Együttműködő partnerünk a Versmondó folyóirat. Hangot adunk a versnek.